A 24. alkalommal zajló polgárvédelmi táborban közel 75 gyermek vesz részt. Csepi László a táborvezetője elmondta, a hangulat fantasztikus. 75 fő zajlik a táborunk, ez egy részlete a nagy tábornak, tehát itt most mintegy 200 gyerek van a táboron belül, ebből kell érteni a mi 75-ünket. Idén 24-szer vagyunk, már a régiek nagyon próbálkoznak, hogy jövőre 25 éves a csapat, tehát most már többedik generál. Van olyan gyerekünk, aki már az anyukája vagy az apukája táborozott velünk a kezdetek kezdetén, tehát ilyen nosztalgiába gondolkodnak jövőre. Megfontolom, még nem ígérek semmit. Hogy milyen a tábor? Hát én nekem tetszik, a gyerekeknek szerintem valószínű, mert elég nagy a jelentkezés. Mennyibe különbözünk a többiektől? Tehát a kötelező tábori programok mellett nem csak tűzoltás, hanem katonai, rendőri, önvédelmi, lovas bemutató, búvárok. Tehát magyarul, aki a katasztrófa elhárításba valamilyen szinten érintett, egy kicsit mindenki bemutatkozik. Szakasz! Yes! Köszönni fogunk! Jó napot kívánok! Erőt, egészséget! A vigyázállást és a köszönést gyakorolták a gyerekek csütörtök délelőtt a polgárvédelmi táborban. A hagyományoknak megfelelően idén sem maradhatott el a különböző rendvédelmi és mentőszervezetek bemutatkozása. A nyár az ifjúsági táborokról szól a civil társadalomban, de nincs ez másként a honvédség életében is. A győri rakétaezrednél is megkezdődött a táborozás időszaka. Egyfelől 4 héten keresztül fogadjuk napközis jelleggel a kollégáink gyerekeit, másfelől pedig a városi táborok meghívásának teszünk eleget. Heteken keresztül járunk a Petszaladár megyei kórház ECPEC táborába bemutatózni, és ma pedig itt vagyunk Győr-Újbáráton a rendvédelmi szaktáborban. A tábor részvevőinek idén is izgalmas programokkal készült a rakétaezred. Nagyon sok éve járunk már ide, gyerekek között is sok visszaköszönő vendég van. Sok programmal készülünk, a maximális lehetőséget próbáljuk kihasználni. Ami mindig a legkedvesebb a gyerekek számára, az a fegyversimogató. És idén a Magyar Honvédségnél rendszeresített legújabb kézi fegyvereket tudtuk elhozni a gyerekeknek, amit a kollégáink segítségével kézbe vehetnek. Most ugyan esik, de eddig már még 2 programpontunk volt, alaki foglalkozást tartunk, 1-2 alaki fortét mutatunk a srácoknak, és egy katonás délelőtt nem telhet el katonai testnevelés nélkül. Meglátjuk, hogy a délelőtt folyamán még mit tudunk folytatni ezekből. A gyerekek lelkesen vették kézbe a katonák által hozott fegyvereket, és játszották el, hogy most ők a honvédek. Az ott lévő katonák fontos technikai dolgokat és szakszavakat is magyaráztak a gyerekeknek. Sokan már visszajárnak a táborba. Azért jelentkeztem a táborba, mert barátaim is jöttek, ezelőtt is voltunk, és mindig nagyon élveztük, és szerettünk volna együtt lenni, ha már így a vírus helyzetben nem tudtunk sokat találkozni mostanában. Ugye a polgárvédelmi táborban voltak különböző programok, a rendőrség is jött, tűzoltóság is, és most a katonaság is. Nagyon sokat tudtunk együtt játszani és beszélgetni, amit nagyon élveztem. Ma lesz egy szabadulószoba is, amit a tábor rendez, erre menni is fogok, és már nagyon várom. Azért, mert itt mindig jó a hangulat, kedvesek az emberek, finom az étel is, és mindig új barátokra találok itt. És mik azok a programok, amik neked jobban felkeltik az érdeklődéseket? Mondjuk talán a rendőrök, vagy éppen itt a katonai bemutató? Hát inkább a rendőr, mert a tűzoltói bemutatót is nagyon szoktam szeretni. Meg nyilván az animátorok által szerzett programok se az utolsó helyen vannak nálam. Nagyon jók a programok. Tényleg sok elhívják a mentősöket, meg a... Tényleg, akik segítenek, hogy életet mentenek, vagy hogy kevesebben maradjanak utcán. Találkoztunk olyan fiatallal is, aki a tábor hatására döntött úgy, hogy katonai életet választja hivatásul. A honvédelmi táborokban 3-ban voltam itt a győri alakulatnál. Itt az ezredes úr táborában most vagyok másodszorra, és nagyon élvezem. És mi az, hogy most már 3 éve visszajársz oda, ide meg másodikra, mi az, ami motivált téged, hogy minden évben visszagyere? Hát a jövőmet egyenruhás pályán tervezem, bízom benne, hogy ez össze is fog jönni, és a Magyar Honvédségnél vagy a rendőrségnél tervezem majd a jövőmet.
És ez az elhatározás, hogy te egyenruhásként éld le a jövődet, ezt itt a táborban kaptad meg, mondj már előtte is voltak érdekeltségeid? Talán a táborban igazán itt erősödött meg bennem, illetve inkább a honvédelmi táborban ott teljes mértékben, hiszen ott mi is egyenruhában voltunk, és ott tényleg katonai objektumban bepillantást nyertünk a katonák mindennapjaiban. Tehát szerintem ott erősödött meg, de előtte is már megfogott az egyenruha varázsa. A táborban kicsik és nagyok megfordulnak. Szabó Csenge Veronika már harmadszorra vesz részt rajta. Harmadszorra. Harmadszorra vagy a táborban, és miért jársz minden évben vissza? Mik azok a programok, amik neked nagyon tetszenek? Hogy jönnek a mentősök, rendőrök, katonák, meg a szabadulószobák, grillparti, meg ezek miatt járnak. És ugye most már a negyedik nap telik a táborba. Az eddigi programok közül mi volt, ami neked a legjobban tetszett? A rendőrök. Mit csináltak a rendőrök? Vagy mit csinálhatatok ti is? Mit próbáltatok ki? Megnézhetjük a fegyvereiket, megfoghattuk is, tartottak egy bemutatót, nagyon jó volt. A három csoportra osztott gyerekek forgószínpad szerint mentek egyik helyről a másikra, így mindenki kipróbálhatta magát mind a három foglalkozáson. A katonai testnevelés során a legnagyobb szenzációnak a kötélhúzás számított, ahol hatalmas lendülettel veselkedtek egymásnak a csapatok.